Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanate Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacade Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Lélek természetéről fogunk beszélni. Lehet, hogy több alkalom lesz, ma lesz az első. Jövő héten nem lesz, mert jövő héten Krishna Völgyben lesz fesztivál. Várunk szeretettel ott. És utána valamikor folytatjuk. Remélem, hogy hasznos lesz. És izgalmas tudás. Több szemszögből fogunk érinteni a témát. Az egyik, hogy miért fontos tudnunk lélekről. Lélekről, Istenről, ez egy kategória, de miért kell, miért fontos, nem csak nem hogy kell, hanem fontos embernek ezt tudni, ez lesz ma. Akkor fogunk beszélni ma még arról, hogy, hogy hol van meghatározva, hol van a lélek. Mi történik, hogy működik a lélek a szervezetben. Akkor utána fogunk más alkalommal beszélni, lehet, hogy egy vagy kettő alkalom ezen kívül lesz, majd meglátjunk, de arról is lesz szó, hogy mi a különbség a test és a lélek között, mik az akadályok embereknek arra, hogy megértsenek. Fogunk olvasni egy jó verset, hogy nem olyan könnyű megérteni a lelket. És végül egyik fontos téma lesz, hogy mi a léleknek a természete. Úgy mondják, hogy Tatasta Lakshmana, vagy Svarupa Lakshana, mi a léleknek a természete, tulajdonsága, és így tovább ezzel kapcsolatosan. Magyarul, hogy megértsük magunkat. Jó? Oké. Okay. Próbálok nem húzni nagyon, de próbálok nem össze így zsufolni se, jó? És lehet, hogy nekem kell kiegészítő kütyű. Ezt. Hogy mondjak is valamit. Van nekem egy ilyen YouTube-on szemtréning. És írták nekem, hát te milyen szemtréninget tartasz? Te vagy szemüvegbe. Igen, de vannak olyanok, akik már avatást kapták. De szemtréningről kezdték. Ez azt jelenti, sokkal jobb látásot kapta, mint csak ez. Bhakti látta az egyik, aki ismeri őt. Nagyváradon jött szemtréningre anyukájával, és azóta látja Krisnát itt. Szóval
ne aggódjunk, hogyha kritizálják minket. Nem erről a lát, nem ez a fő legfontosabb látás. Oké. Okay. Akkor miért fontos, miért kell, miért fontos ismerni olyan, tanulmányozni lélekkel kapcsolatos tudást? Hát erős első sorban, hogy miért kell gyakorolni a szentírásokat, mert hogyha most mindig vizsgáljunk magunkba is, jó, amit mesélek, szóval nem, most nem lesz olyan információ, ami nem ellenőrizhető. Jó? Oké. Ahhoz, hogy legyen lelki erő gyakorolni, lelki gyakorlatot, szóval nincsen olyan, hogy reggel ember csak úgy felkelt, gondolja, oké, most esik az esőnk, most lelki gyakorlat, lelki életet fogok élni. Nem. A lelki gyakorlathoz, hogyha valahol tanultunk valamit, olvastunk, akkor kapunk erőt, vágyat, hogy gyakoroljunk lelki életet. Ugye? Szóval az egyik, hogy erő. Ahhoz, hogy gyakoroljunk, az erőt. És mi, milyen ez az erő, hogyha mi egy kicsit vizsgáljunk, mi, több tartalma van az erőnek ahhoz, hogy gyakoroljunk, például valaki jön vasárnap. Ki van először itt ma? Legjobb helyen vagytok, legjobbkor. Köszönjük szépen. Szóval, amikor valamit tanulunk, hallunk egy információt, akkor utána van egy, mondhatjuk, hogy erő kipróbálni, de van egy íz, kíváncsiság. Ó, ez most ki akarok próbálni, ugye? Szóval nem nehéz. Hogyha van tudás, akkor nem nehéz csinálni valamit, mert akkor lelkes vagyok, és ez a lelkesedés, ez egy íz, ez egy érzelem, ki akarok ezt próbálni. Szóval erő, hogyha mi vizsgáljunk, hogy valamit gyakoroljunk, főleg a lelki dolgokra, ez az íz. Természetesen a legfontosabb lelki gyakorlat ez a kirtán, amit énekeljünk, Hare Krishna mantrát, legerősebb, legfontosabb, de ahhoz, hogy ezt tudjunk komolyan gyakorolni, mert valamikor csak egy kis íz van, és kíváncsiságból gyakorolunk, de nekünk van saját életünk, ami ahol van a karma, és a karma miatt nekünk van egy íz az anyagi élethez. És arra van erőnk csinálni éjjel-nappal. Vannak emberek, akik olyan erősek, hogy nem tudsz elvinni tőlük a Facebookot. Nincs olyan erő, hogy elvigyel tőle a Facebookot. Olyan íze van hozzá, hogy... És akkor ez... ehhez, hogy történjen, hogy én lelki gyakorlatokat csinálok ahhoz, hogy kapjak igazi lelki tapasztalatok, ahhoz kell erő, erő pedig jön a Szentírásból. Szóval főleg ez a Szentírásból, nem csak, hogy most ez nem egy ilyen konnektor Szentírás, például, egy, ami most beszélünk, a lélekről tudás. A lélekről tudás, ez egy erő. Mindjárt erről fogunk beszélni, hogy mi történik velünk, amikor kezdjünk érteni tudást a lélekről. De előtte szeretnék még megmutatni egy verset Chaitanya Charitamrita-ból, ami azt mondja, Siddhanta baliya citta nakara alasa. Iha haite Krishna lage sudrida manasa. Arról szól ez a igazából vers, közben lehet magyarul is olvasni, hogyha valaki, sokszor ember fél valamilyen szerezni tudást, de a
itt úgy hívják ezt a lelki tudás, Siddhanta. Siddhanta, ez a hiteles lelki tudás, ami arról szól, hogyha valaki próbál tanulni, megérteni, gondolkodik, ez erősíti, itt mondja, hogy sudrida manasa, erősíti az elmét. Az elme nagyon erős lesz, és lesz lelki erő, és ekkor, ugye itt azt mondja, hogy melyben ébred ragaszkodás. És a ragaszkodás, ez íz. Nem? Mihez ragaszkodunk? Amihez érzelmileg hozzá vagyunk kötve. Valaki szokott ragaszkodni valamihez, ami nem érdekel? Mondjuk én sose ragaszkodtam a Dallas filmhez. Anyukám pedig nagyon. Azt mondta, megyek, mert majd jön a Dallas. Lehet, hogy pára nem is tudjátok az mi. Nem is kell tudnotok. Ez nem tudom, hány ezer részes amerikai film volt. És akkor én nem ragaszkodtam. Anyukám, igen. Szóval, hogyha van érzelmi kötődés, íz hozzá, akkor ragaszkodunk. És akkor itt azt mondja, hogyha mi a lelki témákról, akkor fogunk kapni lelki erőt. És lesz íz. Próbálni, kipróbálni gyakorlatban. Oké. Okay. Ez az egy, hogy miért kell tanulni a lélekről, lelki természetről, és így tovább. Még egy pár dolgot még fogok mondani. Ahhoz, hogy legyen jó, hatékony a lelki gyakorlásunk, annyi sok mindenféle dolgok vannak, és mindenhol lehet kitalálni, hallani, és ahhoz, hogy én értsek, ami velem történik, az most lelki, vagy valami elképzelés csak, vagy valami elme szövevényei. Ahhoz kell tudás. És a tudás még azt adja azt a koordinátát, hogy mihez kell mérni magamat. Most nincs is ilyen világban, most neked ez a jó, nekem az a jó. Ugye, jó, hát ez furcsa egy kicsit, mert hogyha nekem jó gyilkolni, az lehet, hogy neked nem jó, de nekem ez egy jó dolog. Szóval ez, amikor ilyen liberális minden, az nem biztos, hogy békességet tud nekünk eredményezni. Viszont, hogyha van egy abszolút koordináta induló pont, amihez kell mérni, ugyanúgy a lelkileg is. Szóval kell koordináta, és érteni, hogy hol vagyok, mert sokszor azt se tudjuk, hogy megérteni, hogy én hol tartok. Ki érti, hogy hol tart lelkileg? Ugye? De hogyha mi tudjunk, akkor értsünk a saját helyzetünket, de mert hogyha én tudom, hogy hol vagyok, akkor fogok tudni, mit kell csinálni, hogy menjek tovább a következő lépcsőfokra. Oké. Okay. Akkor a következő, hogy ahhoz, hogy mi mindannyian akarunk lenni elégedetek, kiegyensúlyozott, boldogok, szeretetbe élni. Ugye? Ki más tervezi, hogy azt tervezem, hogy szenvedjek, elüssen kocsi engem, téglessen a fejemre, kiraboljanak. Nem ezt tervezünk, hanem pozitív dolgokat tervezünk. És ahhoz, hogy ezek, amit mi tervezünk, az igazából lelkileg megoldható, mert anyagilag sokszor látjuk, hogy sose lehet mindig ugyanolyan jó. Volt nyár, most tegnap jó volt, ma már vége. Szóval anyagi szinten mindig így történik. Oké. Okay. Ezért ahhoz, hogy a mi lelki életet, lelki tapasztalatokat szerzünk, ahhoz, most egy kicsit emberi szintre mondom, az olyan applikáció, kinek van számítógépe? Oké, okay, akkor tudjátok szó applikáció. Akkor operációs rendszer? Tudjuk, oké. Okay. Akkor tudjátok, kettő nagy operációs rendszer van. Az egyik a? Linux, oké. Okay. Akkor három, igaz,
három applikációs, van Linux, Windows, ugye, ami húzatot csinál, és melyik? És Macintosh, igen, Apple vagy Macintosh, iOS, ez csak a telefonnak, igen, a gépnek a Mac OS, igen. És ki már próbálta a Windows-os applikációt telepíteni a Apple-re, vagy Apple-es Macintosh-os applikációt telepíteni a Windows-ra? Nem kompatibilisek, ugye tudjunk? Android-os applikáció az iPhone-ra, és így tovább. Na, ugyanúgy a lelki dolgokat nem telepíthető arra az operációs rendszerre, amelyikkel mi most rendelkezünk. Mert ahhoz kell a lelki operációs rendszer, de nekünk most anyagi operációs rendszerünk van. És például, mit jelent, hogy anyagi operációs rendszer? Én vagyok, nekem mindig igazam van. Kinek van mindig igazam? Nyugodtan lehet jelentkezni. Én sose hibázok. Én vagyok a legokosabb. Azért valljunk be, nem? Otthon ezt gondoljuk. Legszebb, legokosabb, leg. Én vagyok, igazából körülöttem forog a világ. És akkor van benne, hogy én aggódok, félek, stresszelek, depresszió, boldogtalanság, ez minden anyagi operációs rendszernek az applikációi. Azt képzeljétek el, nem kell nekünk megvásárolni. Az már benne van a rendszerrel együtt, megszülettünk, az már be van építve, mint a Windows-ban régen volt, az a Media Player, emlékszem, mindig benne volt, meg Explorer. Sose kellett installálni. Na, szóval ezek a szenvedés és aggodalom és félelem, ez mind benne van. Ezért a tudást, amit mi szerzünk, ezzel mi újra installáljunk nálunk új verziót. Képzeld, ugye, amikor mindenki, akinek van számítógép, és mondja, oké, egy hónap múlva ki fog jönni új verzió, és mindenki már várna, mikor, már rakjunk, sokkal több funkció lesz, és nem fog lefagyni. Ó, de jó, mert mindig lefagyom. Bármi nem úgy történne, hogy akarok, lefagyok. Kell nyugtatót szedni, újraindítani, meg ugye most nekünk az a rendszer, lefagy egyfajtából, és mindig kijöjjük, tum, mint a Windows-ban, error. Nem lehet használni ezt a rendszert. Igen, az, ami most nekünk van, ahogy mi élünk, ez a karma operációs rendszer, az újra az nem lehet használni. Az mindig baj, csak baj jön. Szóval ezért a lelki tudással mi próbáljunk egy új operációs rendszert installálni. És képzeljétek el, olyan operációs rendszer, ahol nincs vírus. Mert a miénk, az tiszta vírus. Mi próbáljunk mindig ilyen vírusírtót is letölteni, megyünk pszichológushoz, van egy vírus, na akkor nézzünk meg, ez nagyon mély, gyere korodba megy, akkor ott próbálja, de a vírus az ilyen mesterséges intelligenciával rendelkezik, onnan kiszedett, ott megjelenik. Szóval ez az a mi életünk. Ugye mondtam, hogy ilyenről beszélek, ami rögtön mindenki tapasztalhatja. Úgy működünk, ugye? De amikor mi tanulmányozunk a tudásról, akkor megváltozik a mi funkciónk is. Mert mi hogyan most az anyagi operációs rendszerhez pont azok a funkciók, hogy megsértődök valakire, ellenségeim vannak, aggódok, félek a haláltól, annyi sok minden van. És magyarázza Bhaktivinoda Thakur, hogy a tudásnak, most nem fogok négy dologról beszélni, de első, amit azt mondja, hogy az a probléma, ami az életünkkel, azért szenvedjünk, mert pont, hogy nincsen rendben, normális tudás nincs. Téves felfogású tudásunk van most. És akkor azt mondja, ezt úgy mondják, hogy tátva vibráma. És akkor azt mondja, hogy tátva az azt jelenti, hogy a tudás, a törvényekről, hogy hogyan
mi az igazság, vagy mi a igen, a lelki valós tudás, ez a tátva. És azt mondja, hogy az első, ami a probléma, szva tátva bráma. Ugye nem bráma, bráma, úgy írják. Szva tátva bráma azt jelenti, hogy mi nem tudjuk, hogy mi ki vagyunk. Az anyagi operációs rendszer az azt jelenti, hogy én vagyok ez a test. És ez egy probléma. Ezért, amikor valaki tanulmányozza a lelki tudást, akkor szépen lassan, mikor új rendszer aktiválódik már, akkor az ő élete lesz nem, hogy én vagyok ez a test, hanem én lélek vagyok. És akkor ezért más lesz a funkciók. Máshogyan viselkedik az ember, máshogy fog megélni a körülményeket, mivel most a test az alap, hogy én vagyok a test, ezért mindig tele van szenvedéssel az életünk, aggodalommal, szenvedéssel. Amikor másik szoftver megy, hogy én vagyok a lélek, akármi történik, majd a végén fogunk látni, erről beszélünk egy kicsit, akkor rám nincs hatása egyáltalán. Nem szenvedek. Mert ez a szenvedés, szó, ez csak az anyagi szoftverben létezik. A lelkiben ott nincsen olyan szó, hogy szenvedés. Hogyha nézzük meg Bhagavad Gita-t, több helyet, mondjuk a tizedik fejezet, akkor ott arról beszél, ha azok, akik megismertek a tudást, a Hamsarvasya Prabhava, a lelki tudományt megértették, akkor elkezdenek gyakorolni. És amikor gyakorolnak, akkor van egy jó, van egy íz. Fú, ez milyen jó csinálni. Fú, végre valami olyan csinál, ami érzem, hogy ez az én természetemhez képes, kompatibilis. És akkor Machita, Madgata Praná, Bodhayanta Parasparam, Kathayanta Chamam Nityam, Tushyanticha, Rámanticha. Elégedett vagyok, ez a Tushyanti, hogy nagyon elégedett lesz ember, és rámantítsa. És ott nincsen olyan, akkor aggódik, vagy fél, stresszel, és így tovább. Az nincsen. Vagy nézzünk kicsit korábban a 9. fejezetben, Bhagavad Gita-ba, Krishna azt mondja, hogy Raja vigyam, Raja guhyam pavitram idam uttamam. Hogy igazából a lelki tudás, ez a minden tudásnak a királya. Raja, királyt, Raja vigyam, vigyam, ez az a tudás. Raja vigyam, Raja guhyam, és rejtélyes. Ugye legközelebb fogunk beszélni, hogy nagyon, hogy nem mindenki képes megérteni a lelket. Ez nem olyan egyszerű. Ezért guhyam, rejtélyes. Mint elolvasni, hogy én lélek vagyok, az mi semmi nem jelent. Mert vigya szó azt jelenti, hogy látni. Az arról mondhatunk, hogy ő tud, aki lát. Ugye, vigye vinájszám panebra, már még elvi hasztini. Ugye, mondja ez is Bhagavad Gita, hogy az, aki tud a tanult brámanák, ők látnak lelkeket. Mindenhol néznek, és mindenhol lelket látnak. Na ez a tudás. Nem, itt nem csak arról van szó, hogy gyűjtsünk információt. Az is jó elején, az kell, de amikor sok információt gyűjtjünk, akkor ez átalakítja majd tudása, a látása. Szóval Raja Vigyam, Raja Gunya, Pavitram, de Muttamam. Pavitram, ez a tudás a lélekről, miért még kell tanulni, nagyon tiszta. Pavitra, azt jelenti tiszta. Az azt jelenti, hogy ahogy én csak hallom, például itt most mi ülünk, én beszélek, mi együtt hallgatunk, mi mindannyian tisztulunk most. Mert ez a tudás, ez tiszta. Ez nem én találtam ki, ez eredeti tudás Istentől, ez tisztító hatással rendelkezik. Most, már most változik az életünk, mi erről beszélünk, hallgatunk, változik a karmánk, minden a folyamat működik. Pavitrán, meg fog tisztulni embernek, megváltozik az élete, megszabadul minden szenvedéstől. És a folyamat maga, mivel lelki, a lelki folyamatnak van egy természete, ananda,
boldogság. És ezért Krisna mondja Bhagavad Gita-ban, tovább folytatja ezt a királytudás, a lelki, és utána mondja, hogy szuszukham, hogy szukham azt jelenti, hogy boldogság. Szuszukham ez, amikor nagyon a szanszkrit nyelvtanban valamit meg van erősítve, kiemelve, hogy nagyon nagy boldogságot tapasztalja az ember. Szóval már maga a tudás már boldogságot okoz. Szóval, hogyha akarunk ezt tanulni, halljunk, akkor már boldogok vagyunk. Igen, szuszukam, és még egy, szóval ez a lelki dolgok, ez csak jó. Kartum avyajam. Avyajam azt jelenti, hogy ami most megtanultunk, következő életbe viszünk magunkkal. Mert lelki tudás örökkivaló és elpusztíthatatlan. Avyajam ez azt jelenti. Svalpamasya asya dharmasya. Hogyha egy lépés, mondjuk valakik jönnek ide először ma, és többet sose. Ma, amit itt voltak, ezt az eredményt már sose fogunk elveszíteni. Mert lelki eredményt nem veszítsünk el. Igen, szóval ez a avyajam. Szóval a lelki tudásnak ez a következő hatása. Szóval van akkor ezek az eredmények, amit beszéltünk, hogy egyik, hogy megértsünk, hogy kik vagyunk mi, ez nagyon fontos, ezért jó tudni lélekről, akkor adja lelki erőt, lelki tudás, adja ízt, szuszukám, boldogságot, hogyha valaki ezt gyakorolja, hogy igen, és akkor megszabadul mindenféle szenvedéstől. Vitaraga bhayakroda mamaya mampasrita. Félelem, aggodalom, és sok-sok minden más, ami szenvedést okoz, az megszűnik. Ember nem tapasztal. Nézzük meg Jézus Krisztust. Ő lelkilátással rendelkezett, tökéletes volt. Keresztre feszítettek, és akkor mit mondta? Jaj, akkor hozzatok pszichológust, mert nem tudom ezt feldolgozni. Nem. Nem, egyáltalán. És akkor vagy, uram, meg kell átkozni ezeket a démonokat, én ide jöttem, adtam neki szeretet, ezt csináltak velem. Meg azt sem mondta. Hanem ő nem is magával törődött. Mondta, ők rajtuk, hogy szegény, nem tudom, mit csinálnak. Ő neki fájdaloma, az a fájdalom volt, nem hogy vele mi van, hogy velek mi van. Én így hoztam nekik lehetőséget ezt a lelki tudást megosztani, azt fogták, és akkor ezt csinálják. És ez fájt neki. De mi van vele, ez nem is zavart. Na, szóval a lelki személyek, akik rendelkeznek ezzel a lelki tudással, mindig mentesek a fájdalomtól. Érezte a testét. De nem volt boldogtalan. Miért? Mert mikor lelki szinten van, ahogy mondtam, akármi történik a testével, körülmények között, nem tudnak foltot vetni a boldogságukra. Egy, ami tud, ez az együttérzés a mások irányt. Na, a szent ember, ő akkor boldogtalan, amikor másokat látni, szenvedni, lát szenvedés. Az igen. De ő maga nem. Oké. Túléltünk idáig, köszönjük szépen, nagyon mindenki hős. Gratulálunk. Megyünk következő izgalmas témához. Lelki, léleknek a hely színéről, hogy hol van elhelyezve, úgy, hogy megerősítve szentírásokkal megnézzünk, hol van a lélek, és még a modern tudomány kutatása eredményei is vannak, amit mindjárt megosszunk egymás között, hogy lássunk, hogy hogyan működik, és hol van. Oké. Akkor van egyik, úgy hívják, hogy Upanishad, amelyik arról szól, hogy Hridi, hi ayam atma pratishtita. A szó hridi azt jelenti, hogy szív.
Az átma azt jelenti, hogy lélek. A lélek az élőlény szívébe van. Ugye ez kis bemelegítő információ nekünk, hogy hol van a lélek, fejbe, nem, szívbe. És most megnézünk a többféle szemszögét, hogy, hol, hogy hogyan megerősítenek ezt a véleményt más szentírások, és ugyanakkor modern tudomány. Viszont mielőtt ebbe megyünk, hogyha mi most megvizsgáljunk veletek együtt a magyar nyelvet, a magyar nyelv, mivel nem tegnap találtak ki, van egy pár száz vagy ezer éve, és a magyar nyelv alapján meg tudjunk határozni, hogy az a tudás, hogy lélek ember szívébe van, az azzal a tudással magyar ember rendelkezett. Milyen bizonyíték? Mikor mi valakinek adjunk valamit, akkor hogy mondjunk? Szívesen. Nem mondjuk agyasan, májásan, vesésen, szívesen, ugye? Hogyha mi valakit szeretjünk, akkor teljes agyammal szeretlek? Vagy vesémmel, vagy lábammal? Hogyan szeretlek? Szívvel. Teljes szívvel, igen, szeretek, igen. Szóval ez látható, hogy most tovább is lehet boncolni a magyar nyelvet, de ez nem véletlenül, ez most csak úgy, így jött, így dobta a gép, és akkor azt szokták magyarok szokásban mondani, szívből fáj a szívem valakiért, hogyha valaki nagyon közel hozzám, akit szeretem, akkor érte fáj a szívem. Ugye szokott lenni? Igen. Ezek a, most már mondhatjuk, valamilyen szinten üres mondás szokások maradványai, de valamikor ennek nagyon mi értelme volt. Ez egy érzelem volt, és tudás volt, hogy a lélek az itt van a szívben. Szóval nem is látjátok, végül majd leckének, és bebizonyítottunk. Nem kell további szentírás, tudomány. A magyar nyelv már maga bizonyíték arra, hogy lélek ember szívébe van. De ha valaki még nem fárad el, megyünk tovább. Van egy másik, Mundaka Upanishad, amelyik magyaráz a következőt. Nyugodtan mindenki folytasson magának magyarul, én csak így folytatom a mondani valókat. Ugye a lélek közvetlenül azért nem tudja, ezt is fogunk látni, hogy közvetlenül lélek a testet nem kontrollálja, hanem közvetve. Ez azt jelenti, elsősorban mindenki már hallott a jógáról, ajurvédáról, és tudjunk a pránáról, és van a pancha prána, ami itt olvasható, prána, apána, viána, szamána, udána, ez az életlevegők, amelyiknek a központja a szívbe. És ezekben a pránákban, a szívben ott lebeg a lélek. Mindjárt más szentírásokat is fogunk nézni, amit ezt nekünk magyarázza. Szóval ott van az elhelyezése. Nem csak ez a prána van ott, mindjárt. Nézzük még egy másik, ugye ez a Mundaka Upanishad, ezek mind nagyon ősi írások, amit ezt nekik mondanak. Van egy másik, ami Harivamsa, ami arról beszél, hogy megint szívről beszél, hogy ott van az elme, de az elme ez a léleknek a funkciója, amikor a lélek kerül a durva fizikai testbe, úgy mondják, ez egy durva fizikai test, amiben most vagyunk, ami durva elemekből áll, durva öt elem, Bumira Ponna Lovajur Kam, hogyha visszafele megyünk, mert helyesen menni finomrútól a durváig, Kam, megyünk akkor onnan, kam, ez azt jelenti, hogy éter, levegő,
tűz, víz, föld, ebből áll. És van finom fizikai test, amelyik által irányítva van a testünk. Most nem fogok magyarázni finom fizikai testet, csak elmondom szanszkrit szavakat, majd a következő alkalommal fogunk ezt, mert idő nem lesz annyi. Manas, Buddhi, Ahankar, szóval egy három összetevő a finom fizikai testnek, és elme, ez a Manas, ez az egyik, és a finom fizikai test és a szívben van, szóval itt van minden. Például az igazi gondolkodásunk szívben van. De mivel kicsit később fogunk látni, de mivel az agy a fő számítógép a szervezetünkben, ezért mindig, amikor gondolunk, azonnal párhuzamosan kapcsolódik be az agy, és ott is végez operációs rendszert, sok-sok-sok folyamat történik. Ezért nekünk úgy tűnik, hogy mi fejbe gondolkodunk, nem úgy szívbe. Majd egyszer, mikor lesz kedvünk, akkor meg tudjunk beszélni az agynak a természetét, és a modern kutatások alapján. A karma operációs rendszerrel csak agynak tudunk gondolkodni, nem? Nem. Tehát nem az az agyban gondolkodás, amikor én számítok, és mindenki másodlagos? Nem, agy nem tud gondolkodni. Agy, ez egy processzor. Majd képzeld el, mennyi funkciót végeznie kell az agynak. Hőmérséklet fenntartani, menjen az emésztés, akkor levegőt vegyünk, anyagcsere történjen, annyi sok minden, nőjön a hajunk. Egyszerre annyi sok minden történik, és erre kell az agy. És a testnek a legtöbb energia felvétel az az agy. Sokkal több. Nincsen annyi olyan szervünk, ami annyi energiát a szervezetből veszi, mint az agy. Majd egyszer ezt megbeszéljük, jó? Hogyha lesz kedvetek. Oké. Rendben. De nem baj, mi szoktunk mondani, hogy nem tudom, dugjunk össze a fejünket, találjunk ki. Nem baj, ezek mondások nem probléma. Lehet így. Mert szoros kapcsolat van. Mindjárt kicsit később meg fogunk látni, hogy nagyon szoros kapcsolat van. Akkor van még ilyen, hogy ez minden, ami lélekhez kapcsolódik, mondjuk csitta, ez a tudatunk. Ugye, és a lélek maga a tudattal rendelkezik. Minden más, a szervezetünk az tudatlan. Hát meg lehet vizsgálni, mi a különbség az élőtest és a halottest között. A halottban nincs tudat. És mikor nincs tudat, akkor nem funkcionál. Azonnal bomlás indul. Azért hűtőbe kell rakni. Hát nem egy gazdagságos dolog. Fizetni kell, amit sem értek. Egy valami, ami ne bomluljon, fizetjünk csomó pénzt a hűtőházba. Indiában általában úgy van, hogy aki éjszaka meghalt, az még napkelte előtt el kell égetni, aki meghalt nap nyugta előtt, akkor a napnyugta előtt el kell égetni, és akkor nem kell pénzt. Kiépítjük hullaházokat, minden fölösleges. Oké. Na, szóval csita ez a tudat, a csetász, hridajam, szvantam, hrit, manasza, manasz, ez minden a tudatnak a szimptomák. Szinonimák igazából, a érzelmeknek a szinonimák, és mind is mutatjunk. Jó. Na most egy kicsikét megnézzünk a szívünket. Kinek van szíve? Nagy szívűek vagytok. Mondjál, jó? Nem jó, hogy valaki nagy szívű? Hát az anyagi értelemben igen. Viszont a lelki értelemben az az ember, aki önzetlen és másokra gondoskodik, ő a nagy szívű. Ugye? Igen. Az isemiás az a betegség, amikor isemia, ez amikor valamelyik izom túl nagy kinövései vannak. Igen. Oké. Ezentúl nem kell kérdezni tőlem semmi orvos, én nem vagyok orvos. Ezt az egyet tudom, isemia.
Oké. Akkor nézzük meg, hogy ha megnézzünk, akkor a szív, ő a testnek mindenféle ritmusokat, ő kontrollál, ő adja a ritmust. Amikor valaki alszik, akkor egyféle ritmust adja a szív. Amikor ébren vagyunk, másféle ritmut adja az embernek a szíve. Amikor félünk, észrevettünk, amikor megijedjünk, akkor szívinfarktus lehet kapni. Igen, mert ott van minden szívben. Érzelmek is ott vannak, azért szívinfarktus. Valaki túl elkezd izgulni, érzi, hogy szívritmus zavar történik, szorongásokat sokszor panaszkodnak. Ez mindenféle szívritmussal kapcsolódik. Szóval igen, ez is tudósok észrevették, hogy az egész szervezetnek a energia forrás ez a szív. Ez kutatásnak az eredménye. Egyet nem értenek, a szívnek honnan van energia, mert olyan nincsen, hogy valami nincs feltöltve, és csak úgy adja, adja, adja. Igen, erre már mi segítünk. A lélek. A lélek ő rendelkezik végtelen energiával, és ezért mivel ő örökivaló, akkor az ő energia, mint egy energiaforrás örökivaló, és ameddig ott van az ember szervezetébe, addig a szív tud adni ezt az energiát a szívnek, vagy a szervezetnek. Nemrég volt egy kutatás, és olyan eredményhez jutottak a tudósok, hogy a szív függetlenül működik az agytól. Hogy neki saját agya van. Ő dönti el, és nem az agy kontrollálja a szívet, hanem ő tudja, hogy kell, mit kell csinálni, hogy kell működni. A autonóm működésű szerv. Egyetlen egy ilyen szerv van a szervezetünkben, amelyik nem függ az agytól. Minden összes szerv a vet agy kontrollálja, a szívet nem tudja. Akkor következő, hogy a szív egy benne van a rendszerben, igazából ő irányítja a vérkeringési rendszert, akkor az idegrendszert, és ezért ő saját agya szerint ezt szervezi, hogy hogyan fog történni. Mindenféle más rendszereket, akkor például van a csecsemő mirigy az agyba, amelyik a világérzékeléssel kapcsolatban van. Ez is szívvel nagyon szoros kapcsolatban van, és ez az a világszerte érzékelő is, felfogás, ez minden szív szerint fog történni. És mivel ő kontrollálja a fő dolgokat, a vérkeringést, akkor ő adja a ritmust, kontrollálja az idegrendszert, ezért a szív kontrollálja, hogy a szervezet mint egy egész szervezetként tudjon működni. Ezt én csinálja. Másféleképpen mondva, tudósok lépésről lépésre ehhez a végkövetkeztetéshez jutnak, hogy szívbe kell, hogy legyen, hogy szív ez a központ, amelyikbe kell, hogy legyen lélek, amelyik testgépet irányítja. És benne van a lélek, és lélek a saját vágyak által irányítja a testet, adja a testnek a működésének az impulzusokat a vágyai alapján. Mert a léleknek vannak a vágyai, és akkor a szív ez alapján működteti a szervezetet. Azt is bizonyítanak a tudósok, hogy a szív ez az embernek a érzelmeknek a központja is. Ez. Oké. Akkor megyünk következő. Van jóga.
Hridaya Chitta Samvit. Ugye van a Yoga Sutra, az eredeti írása jogának, a Patanjali Muni írta ezt a tudást, és intelligencia is benne van a szívben, és akkor ember így tudja hozzáférés kapni, hogy értsen finom dolgokat, nem csak ami anyaggal kapcsolódik, hanem lelki témát is tudjon megérteni, és amikor, hogyha megnézünk, vannak a 8 csakra, 7 csakra, központban van a szívcsakra, és hogyha valaki szívcsakrára összpontosítja a tudatot a meditációban, akkor megszabadul az elme problémáktól. De nekünk általában az elmében van a probléma. Például, hogyan ez történik? Szépen kezdődik a nap, jó volt a reggel, minden, aztán valaki valami nagyon csinált nekünk valamit, vagy mondta, hogy valami. És utána mi történik? Elmébe, el van rontva a napunk, mert egész napnak a maradék órákba átrágjunk, hogy képzeld magának, és akkor így forrak, és nem tudjuk megszabadulni. Gusba köt az elme, és nem tudjuk kidobni, és leülünk, és vele beszélnek hozzá, megy ott a mozi, hogy velem ez, így most mi lesz, és akkor barátok mondta, hé, figyelsz, mit mondjuk? Igen, figyelj. Kész vagyok, szenvedjük. De aki meditál a szívcsakrára, akkor ő le fog győzni az elmének a rabszolgaságot, és nem fog többet elme rabja lenni. És akkor megint a jóga is leírja, hogyha ott van a lótusz a központban, a szívben, mindjárt fogunk látni egy másik írásból, és ott vannak a csakrák, és ez a fő csakra igazából a szívcsakra. Gyakorlatilag az minden mást irányítja. Oké. Na most, még egy érdekes. Szóval most, hogyha észrevettetek, kicsit párhuzamosan megyünk, egy kicsit szentírás, egy kicsit a tudomány. Szentírás, tudomány. Nézzünk, hogy kutatások, és ami már ingyen van, mert kutatás az pénzbe került, hány száz évig kutatnak, és csak most vesznek észre a dolgokat, de a szentírás az le volt írva 5000 év ezelőtt, és meg lehet sporolni a kutatásokat. És el kell olvasni, és akkor megvan a tudás. Van egy ilyen szentírás, Szubálupanisád, és nagyon jókat mond. Azt mondja, a szív közepén, na most a szívnek az anatómiáról beszél, amit a mikroszkópban nem tudunk látni se. A szív közepén, és pont, és direkt itt mondja, a hóscsomóban, ez most nem valamilyen virtuális szívről van szó, vagy valami feltételes valami gondolat, hanem direkt ki van hangsúlyozva, hanem az a szívcsoma, ami itt van, arról a szívről, ami vörös húscsomó, na arról a szívről beszél. És akkor azt mondja, ott van a dahara, a lótusz formában. Na most a dahara, ez egy üreg, térség, tér, üreg, ahol egy üreg, de pici, szóval nem így, ahogy én mutatom, hanem nagyon picike, és de szív, ez, léleknek ez nagyon nagy, és benne ott van a lélek elhelyezkedve. A dahárába, a szívbe, ott van abba a térbe. És akkor itt mondja, a 10 csatorna kezdődik. Igen, vannak a nádik, amit már mi sokszor hallottunk, és van ez a 10 csatorna először, ahol van 10 prána, mi előtte beszéltünk 5 pránából, aztán 5-ből van 10, elsődleges 5 és másodlagos 5,
akkor abból van a tíz, mert prána a nádikba, csatornákba terjed. Akkor abból lesz 100, és a 100-ből, igazából szívből árad 72 ezer csatorna. A tudósok 40 ezeret már kiszámoltak. De még van idő karácsonyig. Még lehet számolni, hát ha megtalálják 72 ezeret. És 72 ezer, igen. Ennyi csatorna van a szívből. És ezek a nádik, akkor ott van a, ugye, a lélek. És a nádik keresztül, finom fizikai test keresztül, amit mi beszéltünk, irányítja, adja hangot, és az a hang, a léleknek a hangja, ezek a vágyak. Mert a lélek ide jött, anyagi vágyakat teljesíteni, és ő csak adja ezt, és a többi már történik a körülöttünk az életünkben. Így működik. Oké. Aztán van, ott van pár ilyen, abba a dahárába rétegek, emeletek, vagy mélyebb részek, mélyebb csatornák, ahol a lélek rendelkezik, de lényeg, hogy a szív keresztül is lélek felfogja, vagy észleli a körülötte lévő világot, akkor van ez a, megint az a talámosz, amit már mondtam, a szívünkbe, az agyunkba, amelyik is szinten felelős az információ feldolgozásért, és mikor, szóval ezért, mikor mi, ezért úgy tűnik, hogy agyba gondolkodunk, mert amikor észleljünk a körülötte világ, akkor talámosz is dolgozik fel, akkor a szívünk is dolgozik fel, és ezért inkább elsősorban úgy néz ki, hogy mi agyalunk a dolgokon, de mi szívelünk a dolgokon. Akkor van akkor a prána, akkor a prána megvédi a szervezetet, akkor adja mindenféle energiát a szerveknek, és akkor a vérikeringés, és akkor itt tovább működik. És még tovább azt mondja, hogy ezek, hogy hogyan ezt néz ki, azt mondja, ezek a 72 ezer, ugye a hajszál is nagyon vékonyka, és hasonlítja össze, hogy ez a szövevényei annyira bonyolultak a szívbe ezeknek a pránáknak, hogy úgy néz ki, mintha ilyen hajcsomó. Tudjátok, amikor össze van csomozva a haj, akkor így néz ki, és akkor ott van a lélek benne. Így ilyen ábrát még adja ez a Subal Upanishad. Oké, még egy kicsit, bírjátok még? Van még egy kis emésztési, hogy hívják, kapacitás? Jó, mert ez az utolsó a mai napra, mert hogyan kommunikál a szív az aggyal, ha már beérintettünk lelket, szívet, nagyon érdekes, hogy a kommunikáció, a neurónok, ez azt jelenti, hogy elektro folyamat van, amikor ezáltal szív kommunikál az aggyal, akkor van a másik, ez a biokémiai érdekes. A kémiai reakciók által történik kommunikáció a szív és az agy között. Majd, hogyha tényleg ott fogunk tartani, és akarjátok agyról, az is érdekes, hogy agy hogy működik. Akkor is van másik, harmadik, a vérnyomás által van kommunikáció, és végül a negyedik, ez a mágneses, elektromos, mágneses, hogy hívják, térség. Oké. Így négyféleképpen kommunikál. Annyit itt tudok mondani, hogy 90% ez szív mondja agynak, mi legyen, és csak 10% a kommunikáció feedbacket adja az agy a szívnek, hogy yes sir, megtörtént. Oké, akkor egy pár
tapasztalat, történet, ami ezzel kapcsolódik, mert végül, mivel lélek van a szívbe, és ott történik legizgalmas dolgok, akkor a maga szív megőrzi az információt. Sokszor. És amikor szív átöltöttés történik, akkor történnek embereknek az életében változások. Kigyűjtöttem egy párat, amit elmesélek. Claire Sylvia. Ő egy hölgy, aki írta egy könyvet, Idegen szív, vagy ez oroszul úgy mondják, de angolul A Change of Heart, 1997, hogyha akarja, meg tudjátok nézni interneten. Akkor ő azt mondja, hogy mi volt a tapasztalata. Május 29, 1988-ban átültették a szívet egy 18 éves fiú donortól, aki autokatasztrófában halt meg. Nagyon hamarosan a műtét után észrevette az életébe az ízlés változásokat. Azt vette észre, hogy nagyon sokszor férfiaként elkezdte viselkedni, egy férfias járás megnyilvánult nálam, pedig ő azelőtt a táncra járt, ahol pont a nő is, tudjátok, hát nem tudom, ezt hogy hívják, de amikor lányod meg is tanítják, hogy kell menni egyenesen, lányosan. És akkor férfias járása lett, akkor hirtelen elkezdte szeretni csípős paprikát, sört, ami sose szerette a műtét előtt. Ez nem diaszta ezeket. Akkor elkezdte álmodni furcsa álmokat, ahol egy ilyen titkozatos férfi ember, aki megjelent, és az volt a neve, Tim Lee, valami ilyesmi a neve volt, és akkor ő azt elkezdte gondolkozni, lehet ez az a donárnak, ő jön az álmába, és végül kiderült, hogy igen, úgy hívták a fiút, és akkor szóval meg is álmodta őt. Mert mikor találkozott a családjával, megkereste a családját, és akkor elmesélték, hogy igen, ő szeret a sört, meg ezeket, és akkor ezek a szokások és az ízlések, ezek teljesen egyeztetek, ami megnyilvánultak a Szilviának a műtét utáni életébe. Akkor másik, ami szívkódja, könyv, The Heart Code, Hearts Code, 1998, Dr. Paul Pearcel. Ő vagy 73 történetet hozza, ne aggódjunk, most nem fogunk 73 történetet itt átvizsgálni, de egy-kettőt csak. És akkor azt mondja, egyik alkalommal, egy esetben egy 8 éves páciensának át kellett ültetni egy 10 éves kislánynak, akit megölték, szívét. És műtét után hamarosan a pszichológushoz, pszichiáterhez el kellett vinni a 8 éves kislányt, mert nagy probléma történt, elkezdte álmodni ilyen horrorisztikus álmokat, hogy meg akarnak ölni, megölnek, és mindent. És végül a pszichológus mondta, hogy nézzünk csak, meséljünk csak a rendőröknek. És akkor, mikor elmesélték, akkor elmondta a nevet, mert mi történt, hogy öltek meg, és kiderült, hogy ahogyan a 10 éves kislányt megölték, az ő minden megálmodta, és mikor elmesélte a nyomozóknak, akkor nagyon könnyű volt megtalálni hozzá bizonyítékokat és tényeket, és akkor így elkapták a gyilkost. De amúgy ezelőtt nem tudták. Akkor ilyen is volt, és az utolsó. Ez a Debbie Vega, akinek, ez is egy hölgy,
neki 18 éves tinédzsernek a szívét ültetik át. És nagyon néhány hét után a Debbie elkezdte inni sört, rap zenét hallgatni, elkezdte fogyasztani a fast foodot. Hát ebben mi a különleges? Hát az a különleges, hogy ő klasszikus zenét szerette, nem a rappet sose ezelőtt, és utálta az alkoholt. Pedig most ívott a sört, és ő vegetariánus volt, nem szerette fast foodot, de végül ez történik. Szóval vannak ilyen pár történetek. Rendben, akkor mi legyen a végkövetkeztetés? A mai bevezetés a lélekről, mindjárt, úgy a szokás, mindig befejezi az előadó, és utána mindig van kérdéseknek idő, jó? És akkor itt, szóval mindenféleképpen, ha van kérdés, mindig jegyezünk meg, és akkor adunk időt mindenféleképpen. Oké! Okay. Szóval fontos erről tanulmányozni, meg legalább megértjünk, hogy hát én lelki vagyok, én lélek vagyok, én lelki természettel rendelkezek. Ez a fontos tanulmányozni. A szervezet az sose képes működni lélek nélkül. Nincs, nem tud. Ez csak bomlani tud. Ahogy csak van lélek, a harmónia az csak a lélek adja. Ameddig itt van, addig van harmóniából minden. Mennek az anyagcsere, funkciók, sejtek élnek, kilép, felborul a rendszer abban a pillanatban, kellemetlen jött a szag. Ez történik a lélek nélkül. Oké. Okay. És aki felismeri lelki természetét, azonnal megszabadul minden szenvedéstől. Nagyon fontos. Ezt nem csak én mondom, hanem van Srimad Bhagavatam, amelyik mondja, Adha nityam, anityam va, néha socsanti tadvida, nanyat ha sakyate kartum, svabhava socsatam iti. Természetesen magyarul is lesz. Ahogy csak ember megérti ugye a saját lelki természetét, hát igazságot, mert ez az igazság, hogy mi vagyunk örök lélek, és nem vagyunk ez az ideiglenes test. Fú, én mikor ezt hallottam, mondta, fú, de jó. Mert tudjuk a test az, csak hallottuk már, porból jött, porra válik. Kinek van kedve megszűnni létezni, és mikor mondta, öröki lélek vagy, sose szűnsz meg létezni, nem mondom, már megérte megszületni. És ezért olyan ember sose fog bánkódni. Szóval a lélektudás megszabadulja attól, hogy szomorkodjunk, bánkodjunk, és boldogtalanak leszünk. Viszont akik illúzióban vannak, nem akarnak ezt megérteni, nem is tudjuk megmagyarázni. Próbáljátok ki, menjétek ki az utcára, aki nem érdekel, az nem fog menni. Rendben. Akkor most lehetne, mert befejeztem, kérdezni, hogyha van egy pár kérdés. Sorrendben. Ja. Mit történik akkor, hogyha valaki kap egy mesterséges szívet? Mi történik, hogyha valaki kap mesterséges szívet? Hát akkor lélek oda átmegy, nem egy kellemes hely. Hogyha... Igen. Hát a lélek nélkül nem fog tudni működni a szervezet. Az biztos. Igen. Hogyha mi karmában van, ez egy nagyon rossz helyzet, hogy szív már nem tud működni a karma szerint, de a testbe még kell maradni a léleknek. Nem egy jó dolog. Akkor a karma miatt ott fog maradni. Igen? Hát, hogy ugye a természetes szívet átültetik egy halottból egy már egy élőbe, de hogy akkor most az ő lelke az akkor a másik évben megy, vagy ez? Igen,
Igen, aki már, mit jelent, hogy meghalt? Megvan adva a léleknek, meddig hatásköre alá van a testje. És amikor már többet, úgy mondják, hogy elveszítik kapcsolatot a testtel, mi úgy ismerünk ezt, mint hogy halál. Szóval amikor már a lélek nem fog tudni, és több ezt a testet, erre adott testre elveszíti a kontroll, kommunikáció lehetőséget, akkor, és ez lehet baleset keresztül, annyi sok minden megszakítják az életét, akkor csak megy el. Igen, és van egy pár perc, vagy idő, ami alapján, vagy szerint még meg lehet őrizni a szívnek a funkció működési képességet, és akkor addig az tud, lehet őrizni, nem tudom mennyi, aztán átültetni, és akkor az, aki kapja szívet, az a lélek maradott, átmegy a másikra. De mivel másik kommunikált, ugye azzal a szívben, ezért ezek a történeteket, hogy meséltünk, ilyen furcsaságot fognak történni. Szóval akkor egy szívátültetéssel lélek máról nem is történik. Így van. Igen. 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 És akkor egy testbe, vagy hát egy szívbe, akkor két lélek? Nem, az elment. Ja, az elment? Hát az elment, így van. Amikor a te testedet meghalt, akkor te mész. Igen. A szívedet csak, a te a hálószobádat átadnak másnak. De jó, meghalt, akkor felszabadult a hálószoba, átadjunk annak a szerencsétlenek. Igen. De van két lélek a szívben, persze, a felső lélek. Igen, ő ott van. Szóval van két lélek a szívben, én, mint mi, mint egyéni személyek, és Istennek ad kiterjedése. A paramátma, a felső lélek. Ott, mint egy tanú. Oké? Okay. Más? Igen? Hogyha valaki kómába esik, vagy olyan baleset éri, hogy az agya félül meg úgy, hogy már nem tud ugye mozogni. De attól még a lélek nem távozik olyankor. Nem. Nem. Hogyha karma, igen, hogyha karma szerint még ott kell maradnia, akkor igen. Nagyon rossz helyzet. Ugye annyira fontos, egy szempontból a lélek, a szív nem függ az agytól, de mivel nagyon fontos funkciókat telti be, és akkor leblokkol az agy, akkor nem használhatjunk. Mint a számítógépbe processzor meghal, nem tudjuk használni a számítógépet, ugyanúgy az agy. És akkor hát van ez a csúnya kifejezés, akkor zöldségélet. Ja. És valamikor már úgy, hogy gépek nélkül nem is lehet. Voltam, hívtak engem egyszer egy családkórházba, a lányok. Valami történt, komába esett, de olyan komába, hogy gépek nélkül nem tudta maradni. És utána csak le kellett kapcsolni. Ja. De ne aggódjunk, nem olyan csúnya minden. Igen? De. Most már azt kell. Szeretne egy kicsit kiegészíteni? Egy újságban, jóság neve a jóságnak, olvasta. Hogy a szív hasonló elvek alapján működik, mint a autónak a motorja, ahol van a dugattyú és van a henger. És amikor dugattyú mozog a hengerbe és megy fel, akkor ott van egy szikra, és ez a szikra meggyújtja a benzint. És akkor tudósok arra jöttek rá, hogy a szívben is valami szikra van, de nem tudnak megérteni a tudósok a szikrának a természetét. Mert transzcendentális lelki. Nagyon jó, köszönöm. Igen.
Igen, hát vannak még, ez majd legközelebb fogunk erről beszélni, hogy vannak próbálkozások, de anyagi szemszögből nem lehet lelket megérteni és mérni, és majd elmeséljünk meg nektek legközelebb, hogy milyen tévedés elképzelések vannak, igen? Én úgy hallottam, hogy a mainstream tudománynak az az álláspontja, hogy nem létezik lélek. Akkor sok szerencsét nekik. Na csak, hogy mondtad, hogy a tudomány, ja, meg a tudomány lélek fedezett föl. Hát igen. Hogy, nem nagyon szokták finanszírozni ezeket a kutatásokat, mert nem az anyagi világot viszi előre, hanem... Igen, hát van, igen, azok, akiknek van nem az igazság a cél, hanem a biznisz, azokat finanszíroznak, mert ez a lényeg, hogy maradjunk mi, azt gondoljuk, test vagyunk, akkor minket lehet manipulálni, vásároljuk, minden, így van. De vannak tudósok, akik szabadok ezektől, és ők akarják független pénztől, mi a valóság, őket érdekel, minket érdekelnek ilyen tudósok. Ugyanakkor nem akarunk senkit meggyőzni, mindenki, hogyha valaki nem akarja elfogadni, akkor mi nem baj, hát gratulálunk. Igen, van mindenféle tudósuk, akik azt mondják, hogy az élet, a tudat a szervezetben, ez csak a bioritmusoknak az eredménye. Van komoly tudósok? Igen. Jó, hát akkor... Jó utat. Igen? És hogy ugye van az, amikor olyan komában van az ember, hogy már csak a kép tartja életbe, akkor a lélek az már konkrétan nincs a cikkbe? De ott van. Ott van. És szóval vannak olyan hézagok, sokszor van olyan, hogy általában nem tudja senki tovább tartani a lelket, a testbe, amennyi ki van bocsátva, de néha néhány alkalommal lehet. Például van, amikor valaki halduklik, és hamarabb kellene meghalni, de ő még saját már a félelem miatt, vagy valami miatt haláltól tud maradni, még lesz neki meghosszabbítva. De csak szenvedés meghosszabbítva van. Szóval én láttam már olyanokat, személyeket, akiknek lehetett látni, hogy hamarabb kellene meghalni, de még mindig testben van, de egyre rosszabb. Vagy amikor a rokonok ragaszkodnak, vagy gépek által, akkor is még énkor jobb elengedni, mint a gépek által tartani. Akkor ő elmegy, kapja friss testet, ugye a Bhagavad Gita elején is Krishna mondja, ne aggódjál valaki meghal, meg új testet kap, frisset, és akkor tovább fog lépni. De amikor mi csak tartjunk egy zöldség formába, az nem, ez nem együttérzés, és nem kegyesség. Ez a markoljuk a szöges dolgot, de kellemesebb lenne, ha elengedni. Igen. Jó, ugyanakkor kényes kérdés, amikor valaki nagyon ragaszkodik és szeret, szóval azok, őket is meg lehet érteni, de ehhez kell lelki tudás, mert akkor ők is fognak érteni, hogy ha szeretsz, akkor engedd el. Mert akkor te önző vagy, nem engedsz, mert te szeretsz. De akkor ez azt jelenti, hogy fejlett technológiával lehet befolyásolni a karmát. Amennyi megengednek. Mert még nincsen senki, aki 500 éves már, azt nem sose lehet megcsinálni. De sok minden lehet, de ugyanakkor nem csak a technológiával, hanem régen a jogik is ezt csinálták. Most is a Földön vannak olyan jogik, ami sokkal előbb vannak, mint a modern technológiák, 400-700 éves kort érték el. Most is vannak, csak őket tévében nem látjuk, mert ők nem azért csinálják, hogy selfit csináljunk velük. Igen. Azért a többi, aki a selfie-t, az csalok. Az igazi, az nem akarja a cirkuszt csinálni az egészben. Igen, szóval a jóga gyakorlat által, hogyha mondjuk nekünk a mostani test ebből a korban, a mi testünk 120 évre van. Általában mi úgy drasztikusan tönkre teszünk magunkat, hogy mi már 60 éves korban kérjük, mikor már meghalunk, mert már nem bírom. Ugye?
hogyha nem tönkre tennék magunkat, 120 év, ez csak egy alap dolog. De a joga segítségével ki lehet nyújtani több száz évre. De ebben semmi értelme nincs. De hát akkor nem átverjük a karmát, hanem tisztítjuk és kevésbé. Tehát, hogy akkor nem akar elvinni. Igen, vannak karma törvényeket, a védikus írások és a jóga, az a jóga szútra megtanítja, hogy hogyan működik a karma, milyenek a törvények, és hogyha te tudod, akkor fogsz tudni, hogy hogyan lehet mondjuk kinyújtani az éveket, és így tovább. Hát egyik egyszerű dolog, hogy könnyű megértsünk, amikor születünk, nekünk megvan adva már hány belégzést csináljuk. Ugye a pránának a működése megvan mindenkinek akkor, amikor utolsó légzés, annál több sose fogsz tudni, mert meghal a tested. A jógában ott a pránájámat gyakorolnak, mert végül a prána szervezetet kontrollál. És a jogában van a prána ayama, az azt jelenti, hogy én tanulok kontrollálni a pránát. És ha én kontrollálom a pránát, akkor én kontrollálom az egész szervezetet. És azért ők meg tudják nyújtani az életüket sok-sok száz évre. A szív és az agy közötti kapcsolat a négy elemét írtad lett korábban, és az egyik az az elektromágneses funkció. És akkor felmerül bennem egy ilyen kérdés, hogy akkor lehetséges az, hogy a szív nem is a testben van, hanem a testen kívül, de kommunikál az agya. És akkor eszembe jutottam, nézem, hogy beszélgettünk korábban arról a régi orosz névmeséről, hogy elrejtette a szívét a főgonosz valahol egy dobozban, és akkor a hősnek az volt a feladata, hogy menjen is megkeresd, és csak akkor lehetett megölni a főgonosz, hogyha a szívét megtalálták, ami valahol el volt rejtve, hogy ennek van valami való? Lehet, hogy a misztikus jógiknak így működik, de nekünk mindenkinek itt van a szív. Vagy valaki otthon hagyta? Nehogy valaki megtalálja. Nálunk ne, ez nem. A wifi, most már minden wifi lehet. Ugye, most lehet irányítani otthon innen a hűtőt, meg a klímát, és akkor a szívemet otthon hagytam, és beprogramozok. Igen? Nem, ő már meghalt. Még csak mesterségesen tartsunk őt, az nem ülés. Tessék? Hát, mert a lélek már nem, azért a gépek, hogy a gépek nélkül nem képes élni a test, ez azt jelenti, hogy a léleknek már, ő már nem kontrollálja a szervezetet. Na, kikapcsolsz meg, ha már nincs, már lejárt a karma. Ez már egyenes üzenet. Mert ameddig lélek képes kontrollálni, addig nem járt le. De mikor már nem tud, csak a gépeken, az csak még engedi a karma, hogy mesterségesen egy darabig, az se lesz végtelenségig, de egy darabig tudsz ezt csinálni. És ez nem egy jó dolog. És hogyha például valaki csak levegőket, mert magától nem tud venni, de ő azt mondja, hogy neki nem kell a levegő, akkor ő úgy elfogadta a sorsát, és akkor, vagy ha mondjuk kihúzza azt a gépet, akkor az egy gyilkosság, vagy? Nem. Nem. Amikor romlik, például, hogyha valakinek meg lehet gyógyítani, és ő nem gyógyul, az nem jó. Hát, hogyha nem lelki személy. A lelki személynek az nem probléma. Be akkor mondja, akkor mennem kell, de nekünk kellene gyógyulni, és amikor már mondjuk, amit te mondtál, és egész életben itt kell léteznie, és akkor nem lesz sose normális, akkor az nem baj, mert már
önmagában a szervezet nem tud működni, akkor az nem öngyilkosság. Mert öngyilkosság, mikor működik a szervezetet, és te megrontasz, az rossz. Remélem nem fog most menni kórházba valaki, és kihúzgálja ott az embereket. Jótékonyság. Ezt nem szabad csinálnunk. Igen? Két célra van, két élet van mellett. Azoknak van a kapcsolata egymás. Hogy még egyszer kettő? Szián, Iker Pár. Oh. Két szél, két élet. Azok, hogy tudnak egymásra, egymásra? Van valami kapcsolata? Hogyha... Hát annyira, amennyire tudatosan kapcsolódnak egymással, annyira van, igen. Van valamilyen szinten. Igen, van olyan, amikor... De van olyan, valamikor nem kell szijámi, elég csak valaki túl sok kábítószer szerezik, és akkor többen lesznek. Igen. Az Istené, a lelkem, vagy Istené nem, és a lelkem, akkor ezt tudnél vennem a kettőt. Először el akarok rontani a napodat. Neked nincs lelked. Én azt hittem. Nincs. Nem is volt. És nem is lesz. Mert te vagy a lélek. Jó. Mi mondjuk, hogy én vagyok lélek, nekem van testem, de mikor én azt mondom, hogy nekem a lelkem, akkor én vagyok a test. Azt gondolom, én vagyok, mint lélek a testben. Igen, és hogyha a másik lélek... Na, igen, ez egy jó kérdés, ezért vagyunk itt. Hogy megtanuljunk hallani Istent, aki a szívünkben van. Igen, erre meg kell tisztulni, tisztíteni a tudatot. Amúgy ő is ezen kívül is nekünk segít, de a mi szintünken, mint egy jó akaró, mint egy lelkiismeret. Amikor valamit csináltunk, szívbe érzünk, hú, ez most nem kellett csinálni. Ez a lelkiismeret, ez az ő, mert ő szeretne minket jó irányba mindig segíteni, de nem nyomja el a mi akaratunkat. És amikor ember túl már dolgokat csinál, túl nagy bűnöket, akkor már nem is hallja a lelkiismeretet. Mert utána nem is szól hozzá. Szól a mi szintünk egy lelkiismeret. De amikor mi szépen tisztítjunk a tudatunkat, akkor ott sokkal mélyebb kapcsolat lesz. És nyilvános, nyilvánvaló lesz. Nem bántottalak meg? Nem. Jó. Jó. Oké, más? Rendben, köszönjük szépen. Mielőtt lesz lakoma, most lesz egy félórás kirtán, ének, ami nagyon-nagyon fontos, a lelki gyakorlat, mi most beszéltünk, és a léleknek az öröme, ez énekelni Istennek, az ő örömére, ezért ezt ugye befejezünk, kivesznek, 3-4 perc alatt átalakítják, és akkor mindenkit meghívjunk a kis kirtánra, ami léleknek a ünnepe. Köszönjük szépen! Jaj, Shri Nitai Vijay Goranga ki, Jaj, Srila Prabhupad ki, Jaj, Nitai Gaura Premanandi, Hari Bol. Bhakti Pad Goswami Maharaj ki. Gaura Bhaktavrinda ki jai.